Bogyó és babóca, két jó barát kalandja. Boszorkányok. Egy nyári napon Bogyó és Babóca barátaikkal a boszorkányokról beszélgettek. Ti elhiszitek, hogy léteznek boszorkányok? Kérdezte Baltazár, a méhecske. És hogy seprűnyélen repkednek éjszaka? Hát, nem is tudom, dünnyögte Bogyó. Nem sokára Bogyó és Babóca elindultak hazafelé. Mi lenne, ha este visszajönnénk? Hát, ha látunk boszorkányokat, javasolta a Katica lány. Egy kosárba enni és innivalót pakoltak, és újra elindultak a rétre. Hosszasan nézték az eget, de semmi sem történt. Gyere, Babóca, menjünk haza! Szerintem nincsenek is boszorkányok. Babóca hirtelen megtorpant. Bogyó, valami furcsa hangot hallottam a fa mögül. Jaj, Bogyó, mozog a falombja! Rémülten összeülelkeztek. Egyszer csak egy boszorkány röppent fel a fa mögül. Bogyó és Babóca nagyot sikítottak ijedtükben. Aztán egy másik boszorkány is feltűnt az égen. Szaladj, Bogyó, meneküljünk! És szaladtak, ahogy csak a lábuk bírta. Gyorsan bebújtak egy bokor mögé. Jaj, Babóca, milyen kár, hogy nincsenek velünk a barátaink! Erre a két boszorkány leszállt a földre, levették fekete köpenyüket, fekete kalapjukat, és vidáman így kiáltottak. De igen, itt vannak a barátaitok! Mi vagyunk azok, Pihe és Baltazár? Babóca szörnyű mérges lett. Tényleg ti voltatok a boszorkányok? Nagyon csúnya dolog volt így megijeszteni minket. De mi csak meg akartunk titeket tréfálni, magyarázkodott Baltazár. Bogyó is háborgott. Igazán rossz tréfa volt, ezt még megbánjátok. Dühösen elindultak hazafelé. Ki kell találnunk valamit, Bogyó, hogy ezt visszaadjuk nekik. Mi lenne, ha mi is megijesztenénk őket? Ez az, kiáltott fel Babóca. Van is egy jó ötletem. Pihe és Baltazár magukra maradtak a réten. Most mit csináljunk? Tanakodtak megszeppenve. Lehet, hogy tényleg nem volt annyira jó ötlet? Ez alatt Bogyó és Babóca a Katica házához szaladtak, és gyorsan ördögjelmezbe bújtak. Fekete ruhát, fekete sapkát húztak, piros papírból szarvakat ragasztottak a fejükre. Siess, Babóca! Türelmetlenkedett Bogyó. Már látom, hogy jönnek! Gyorsan beugrottak egy bokor mögé, és várták, mikor ér oda Pihe és Baltazár. Akkor aztán kiugrottak a bokor mögül, és jól ráijesztettek a barátaikra. Segítség! Ördögök! Sikított fel a lepke kislány és a méhecske. Ugye milyen rossz, ha megijesztenek? Kapta le dühösen sapkáját a csiga fiú. Na hát, te vagy az, Bogyó! Ámult el Baltazár. Ez nagyon csúnya dolog volt. Csúnya dolog? A boszorkányos még sokkal ijesztőbb volt, kiabálta Bogyó. Nem is, az ördögös volt ijesztőbb. Elég legyen, szólt rájuk Babóca. Hagyjátok abba a veszekedést, béküljünk ki. Megígérjük, hogy többé nem teszünk ilyet, de ti is ígérjétek meg, hogy nem fogtok ijeszgetni minket. Igazad van, bólintottak a többiek. Nem akarjátok felpróbálni az ördög sisakot? Kérdezte Babóca. De igen, ti is felvehetitek a boszorkány kalapot. Sőt, a seprünkre is felülhettek. Na hát, kiáltotta Bogyó. Ez nagyon jó. Úgy repülünk, mint a boszorkányok. Igen, tette hozzá Baltazár is. Mint az igazi boszorkányok. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Jelmezbál. Egy szép napos délután a kis barátok Babóca házában üldögéltek. Ideje, hogy készülődjünk a jelmezbálra.
mondta Pihe a lepkelány. Te mi leszel? Kérdezte Bogyó. Az titok, válaszolta Pihe. Mindenkinek titokban kell elkészíteni a jelmezét, hogy meglepetés legyen. Bizony, szaladjunk mind haza, lássunk munkához, már csak 3 nap van a jelmezbálig, mondta Baltazár. Bogyó hamar eldöntötte, hogy gomba lesz. Fehér lepedőből köpönyeget vart, a gomba kalapot pedig egy piros tálkából készítette. Sok fehér pöttyöt festett rá. Babóca virágjelmezt készített. A virágszirmok lila papírból készültek. Zöld papírból leveleket vágott ki, és felvarta egy zöld takaróra. Ez lett a palást. Baltazár a méhecske és Dorottya a dongó kislány együtt készülöttek. Baltazár ördögnek, Dorottya angyalnak öltözött. Gömbi, a kis virágbogár kényelmesen elhelyezkedett hintaágyában, és hozzálátott, hogy barna fonalból oroszlán sörényt készítsen. Az utolsó estén minden házikóban sokáig égett a villany. Mindenki a jelmezén munkálkodott, készülődött a másnapi mulatságra. Elérkezett a nagy nap. Az erdő lakói eldöntötték, hogy idén a szarvasbogár házában lesz a jelmezbál. Így aztán nekiláttak, hogy színes papírokkal, lufikkal, szalagokkal feldíszítsék Vendel házikóját. Eközben Lili a rózsabogár házában finomabbnál finomabb sütemények készültek a délutáni mulatságra. Babóca, Ugri és Döme a krumplibogár is segítettek Lilinek. Végre eljött a délután, és mindenki felvehette a jelmezét. A házigazda, Vendel, dobókockának öltözött. Izgatottan várta a vendégeket. Először Bogyó és Babóca érkezett meg, gomba és virágjelmezben. Hamarosan megjött Baltazár ördögnek, Dorottya angyalnak öltözve, és megérkezett Pihe is rákjelmezben. Megjött Ugri kaktuszjelmezben, Gömbi oroszlánnak öltözve, Döme szakácsruhába bújva, és megjött Lili szőlőjelmezben. Sok lila lufi csüngött a ruháján. A Szent János bogár ceruzának öltözött, a bolha polipnak, Csiga Csaba katonának, a kis hangya pedig palacsintának. És ekkor sírva betoppant Szellő, a szitakötő kislány. Eltűnt a gyönyörű királylányruhám. Szépen kimostam, kiakasztottam a faágra, de elvitte a szél. Szellő keservesen zokogott. A többiek vigasztalni próbálták. Neked adom a katona sisakom, nekem elég lesz a kard, javasolta Csiga Csaba. Nem, az fiús, nekem csodaszép királylány jelmezem volt, de elvitte a szél. Tudom már, készítünk neked új jelmezt, szólt Ugri. Napocska jelmezt. Ez már nagyon tetszett Szellőnek. A sárga függöny éppen jó lesz palásnak, kiáltott Babóca. A napsugarakat pedig elkészítjük ezekből a sárga papírcsíkokból, mondta Vendel, és leakasztotta a szalagon csüngő papírdíszeket. Ragasztottak, vágtak, vartak, alkottak mind, és hamarosan elkészült a gyönyörű napocska jelmez. Én pedig neked adom ma estére a kis lámpásomat. Egy ceruzának úgy sincs szüksége lámpásra, mondta nevetve a Szent János bogár. Köszönöm, mondta Szellő, és olyan boldog volt, hogy egészen elpirult örömében. Az erdő kislakói énekeltek, táncoltak, és mind egyetértettek abban, hogy Szellőnek volt a legkülönlegesebb jelmeze. Mert az a napocska, ami este is világít, igazán különleges. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Gömbi tornya. Egy nyári napon Gömbi, a virágbogár, elővette színes építőkockáit. Építek egy magas tornyot a kockákból, gondolta magában, és elindult a dobozzal a közeli dombra. A nagy tölgyfa alatt kiborította a kockákat a dobozból, és munkához látott. Ahogy a torony nőtt, Gömbi egyre nehezebben érte el a tetejét.
óvatosan ágaskodott, de a kezem mégis megcsúszott, és a torony összedőlt. Jaj, ne! Kiáltott Gömbi. Most aztán kezdhetem előről. Mérgelődött. Ismét nekilátott. Újra óvatosan, figyelmesen rakosgatta egymásra a színes építőkockákat. A torony nőtt, nőtt, ismét egyre magasabb lett. De jaj, ekkor egy mag hullott le a tölgyfáról, és romba döntötte a virágbogár tornyát. Jaj, a tornyom! Megint feldőlt a tornyom! A tölgyfa a hibás! Állapította meg haragosan. Ismét elkezdte építeni a tornyot, de már nem a tölgyfa alatt. Egyre türelmetlenebbül rakosgatta egymásra színes kockákat, amikor arra jött Bogyó, a csiga fiú, Babóca, a katicalány, és Vendel, a szarvasbogár. Hű, de szép tornyod van, Gömbi, mondták vidáman. Igen, szép, már csak a piros csúcs hiányzik a tetejéről, és készen van. De ekkor feltámadt a szél, és egy erős fuvallat ledöntötte a karcsú tornyot. Gömbi dübegorult. Nem lehet igaz. Többet nem kezdem újra, nem is akarok tornyot építeni. Hazamegyek. A többiek vigasztalva szaladtak utána. Várj, Gömbi, majd mi segítünk. Gyere, építsük meg a tornyodat együtt. Nem, már nem akarom. Ennyi kockából nem is lehet igazi magas tornyot építeni. Jelentette ki dühösen Gömbi, és becsapta maga mögött az ajtót. Hogyan segíthetnénk Gömbinek? Tűnődött Babóca. Meg kell őt vigasztalnunk, szögezte le Bogyó. Tudom már, mondta Vendel. Nekem is van építőkockám. Elhozom, és akkor több kockánk lesz. Építhetünk együtt egy igazi magas tornyot, amilyet Gömbi szeretne. Ez jó ötlet, nekem is van egy doboz építőkockám. Én is hozom. Én is hozom az enyémet. Óriási tornyot építünk majd. Bogyó dömperben húzta színes kockáit, Babóca talicskában tolta, Vendel pedig nagy kosárban cipelte. Szia, Gömbi! Nézd, mind elhoztuk az építőkockáinkat. Nincs kedved egy óriási tornyot építeni velünk? Kérdezte kedvesen Babóca. A házikódban építenénk, nehogy a szél újra felborítsa, tette hozzá Bogyó. Építőkocka, mekkora torony lesz ebből, gyertek be! Kiáltott a kis virágbogár, és nagyot ugrott örömében. Most jön az utolsó darabka, a piros csúcs. Ezt te rakd fel, Gömbi, javasolta Vendel. Hurrá, kész van, kiáltották mind egyszerre. Amikor besötétedett, Bogyó, Babóca és Vendel elköszöntek Gömbitől. A kis virágbogár boldogan bújt be ágyikójába, és addig csodálta a hatalmas tornyot, míg elnyomta az álom. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Télapó. Egy téli reggelen Babóca, a katica kislány, így szólt Bogyóhoz, a csiga fiúhoz. Képzeld, ma éjjel jön a télapó. Tényleg? Álmélkodott Bogyó. Bizony, minden jó gyereknek ajándékot tesz a csizmájába. Tedd ki te is a csizmádat az ablakba. Este Bogyó gondosan kipucolta a csizmáját, és kitette az ablakba. Izgatottan bújt ágyba, nem bírt elaludni. Az eget figyelte, vajon mikor érkezik rénszarvas szánnyán a télapó. Babóca korán kelt, rögtön az ablakhoz szaladt.
A csizmájában már várták az ajándékok. Színes ceruzák és egy nagy piros alma. Bogyó is izgatottan szaladt az ablakhoz. Nagyon kíváncsi volt, mit hozott neki a télapó. De jaj, a kis csizmák teljesen üresek voltak. Bogyó annyira elkeseredett, hogy észre sem vette a másik ablakban a hatalmas piros csomagot. Újra és újra belenézett a csizmájába, ütögette, rázogatta, de semmit nem talált benne. Bánatában elindult világgá. Nekem semmit sem hozott a télapó, sírdogált. Pedig olyan jó csiga gyerek voltam. Közben Babóca elment meglátogatni Bogyót. Ha-ho! Nézd csak, mit kaptam a télapótól! De hiába kopogott, a csigafiú nem nyitott ajtót. Babóca megijedt. Hová tűnhetett Bogyó? Meg kell keresnem. Vendel a szarvasbogár, Baltazár a méhecske és Pihe a lepke lány is elkísérték. Ha-ho! 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 Bogyó! Bogyó! Besötétedett, mire a barátok rátaláltak Bogyóra. Egy farönkön ült, és keservesen sírdogált. Babóca odaszaladt hozzá. Mi a baj, Bogyó? Mi történt? Nekem nem hozott ajándékot a télapó, pedig igazán jó csiga gyerek voltam. Ne butáskodj, vigasztalta Babóca. Biztos, hogy te is kaptál ajándékot. Talán olyan nagy volt, hogy nem fért el a csizmádban, és máshová rakta a télapó. Nem, én semmit nem kaptam. Szerintem egyáltalán nincs is télapó. De ebben a pillanatban megjelent az égen egy szán. Két rénszarvas húzta. Ha-ho! Integetett télapó a gyerekeknek. Remélem, mindjárt örültetek az ajándékoknak. Jövőre újra eljövök. Bogyó tátott szájjal nézett utána. Menjünk el Bogyóhoz, és keressük meg az ajándékát. Most már a csiga fiúnak is jobb kedve lett. Bogyó házában rögtön észrevették a nagy piros csomagot. Nézd csak, ott az ajándékod a másik ablakban. Tényleg? Jaj, de jó! Bogyó kibontotta a csomagot. Egy színes szélcsengő volt benne. Ahogy Bogyó meglökte, a harangok egymásnak ütődtek, és csilingelés töltötte be a szobát. Ez gyönyörű! Vendel felakasztotta a csengettyűket a bejárat fölé, aztán mind elbúcsúztak Bogyótól. Bogyó elégedetten bújt ágyba. A szélcsengő hangja hamar álomba ringatta. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Vendel korcsolyázik. Egy téli napon Bogyó és Babóca a tóparton sétálgattak. A tó vize vastagon befagyott. Gyere, Babóca, csúszkáljunk egyet a jégen, javasolta a kis csiga. A Katica lány boldogan beleegyezett. Bogyó és Babóca óvatosan rámerészkedtek a jégre. Összefogóztak, és csúsztak jobbra-balra. Nagyon jól érezték magukat. Hamarosan egészen belejöttek a csúszkálásba. Néha elestek, nagyokat nevettek, aztán felálltak és folytatták. Arra jött Vendel, a szarvasbogár. Vendel, próbáld ki te is! Gyere velünk csúszkálni! Hívta barátját Bogyó. Vendel kicsit félt ugyan, de kíváncsi volt, ezért rálépett a jégre. Kiáltott nyomban, mert lábai kicsúsztak alóla, és hanyat vágódott. Bogyó és Babóca rögtön odaszaladtak barátjukhoz. Gyere, Vendel, majd mi segítünk! Azzal Bogyó és Babóca közrefogták Vendelt,
és óvatosan elindultak a jégen. Akkor most elengedünk, és próbálj meg egyedül! Kiáltott Babóca. A csiga fiú és a katica lány elengedték Wendelt. Lassíts, Wendel! Kiabált Babóca. Wendel megpróbált megállni, de lábai szétcsúsztak a jégen, és egyenesen beleszáguldott a tüskés bokorba. Segítség! Jaj! Össze-vissza szurkáltak a tüskék. Megsérült a szarvacskám. Nagyon fáj! Babóca már szaladt is, hogy megvizsgálja a szarvacskáját. Ne búslakodj, mondta Babóca, és bekötötte Wendel sérült szarvát pöttyös sálával. Ekkor egy csodaszép bogárlány siklott elő a bokor mögül. Olyan könnyedén csúszott a jégen, mintha súlytalan lett volna. Na hát, ki vagy te? Kérdezte Babóca. Milla vagyok, a hóbogár. Szia, Milla! Ő Babóca, a katica lány, ő Wendel, a szarvasbogár, én pedig Bogyó vagyok, a csiga fiú, mondta illedelmesen Bogyó. Hogyan tudsz ilyen szépen gyorsan siklani a jégen? Kérdezte Wendel. Korcsolyával, felelte a hóbogár. Egy olyan cipőcske, amivel csúszkálni lehet a jégen. Rá kell csatolni a csizmára. Ez a korcsolya éle. Ez siklik a jégen. Te készítetted? Kérdezte kíváncsian Bogyó. Igen, én készítettem. Igazán nem nehéz. Ha szeretnétek, készíthetünk nektek is. Hurrá! Kiáltottak fel egyszerre, mint hárman. Bogyó, Babóca, Wendel és Milla együtt sétáltak ki az erdőbe. Milla alaposan megnézte a földön heverő faágakat, végül kiválasztott egy szép nagyot. Ezután munkához láttak. Fűrészeltek, csiszoltak, fúrtak, faragtak, csavaroztak. Mindenki kivette a részét a munkából. Készen van, jelentette ki elégedetten Milla. Az asztalon három pár vadonatúj korcsolyacipő sorakozott. Bogyó és Babóca kicsit félve csatolták fel a korcsolyatalpakat. Legjobban persze Wendel aggódott. Bogyó és Babóca összefogódva indultak el a jégen, Wendelnek pedig Milla segített. Na hát, korcsolyával sokkal könnyebb siklani a jégen, mint csizmában, nevetett Wendel. Milla sokáig haladt kézen fogva Wendellel. Egyszer aztán elengedte, és a szarvasbogár egyedül siklott tovább a jégen. Wendel hamarosan megtanult kanyarodni, elindulni és megállni is. Sikerült! Tudok korcsolyázni! Kiabálta a nap végén Wendel boldogan.